Álmodtam egy havannát magamnak. A Debreceni Egyetem építészmérnök hallgatóinak vizsgamunkáiból rendeztek kiállítást a Kondor Béla Közösségi Házban. A Kondor Béla sétány környezetrendezési terveit prezentációkkal, képekkel és alaprajzokkal mutatták be a diákok. Erdős Imre 10 különböző részre osztotta a területet. Nagyon, nagyon nagyok ezek a terek, és eléggé kihasználatlanok, tehát fitness teret, játszóteret, ligetet a fiatalok számára a pihenésre, az étterem kávézó résznél, itt a postánál egy ilyen étteremteraszt, aztán a templomnak egy ilyen külön díszudvart és egy olyan rendezvényteret, ahol tényleg összegyűlhet itt a lakótelepről mindenki, a művelődési központ előtt is lehet szabadtéri eseményeket is lehet rendezni, illetve még egy fontos momentuma szerintem ennek ez a megérkezés, tehát hogy a parkolók felől nagyon sok különböző úttal tárjon, vagy tárulhasson fel a tér, és van egy ilyen piactér, amit én egy ilyen szőnyeg metaforával fogalmaztam meg végül is. Az önkormányzat és Andor Anikó, Ibördíjas táj- és kertépítész, valamint a Debreceni Egyetem oktatója elképzelése nyomán született meg az ötlet, hogy a diákok egy fél éves vizsgamunka során álmodjanak újra egy kerületi lakórészt. A Havanna lakótelepre esett a választás. Ezek a megálmodott Havanna lakótelepes tervek rendkívül fantáziadúsak, ötletgazdagak, és nagyon sok felhasználható elem van benne. A tervezővel konzultálva, Andor Anikó bevonásával néhány jó ötletet ebben fel fogunk használni. Ugi Attila polgármester beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek nem tényleges tervek, de álmok nélkül nem is lehetne tervezni. Így ezek a munkák jó alapot szolgálnak majd arra, milyen irányban is lehetne átalakítani a sétányt. Valamilyen alapot nekünk le kell tenni az asztalra, mert erről lehet elkezdeni beszélgetni, erről lehet elkezdeni vitázni és véleményt formálni. És én végezetül nagyon köszönöm elsősorban a 4 fiatalnak, akik idejüket, friss gondolkodásokat áldozták arra, hogy a mi lakótelepünkről egy újfajta képet fessenek fel. A felhívásra 11 hallgató adott be pályázatot, melyből a 4 legjobb jeles vizsgamunkát mutatták be a közösségi házban.